Február 11-e a Magyar Rendőrség hivatalos véradó napja. Borbély Zoltán posztumusz rendőrhadnagy emlékére 2010-től minden évben több helyen rendeznek véradást. Az önkéntes véradással nem csak Borbély Zoltán, hanem az összes szolgálatteljesítés közben hősi halált halt rendőr előtt tisztelegnek az egykori kollégák. Én úgy gondolom, hogy nagy szükség van erre, egyrészt a beteg embereknek a gyógyítása céljából, másrészt ez a véradás megkötődik egy meghalt kollégánk emlékéhez, és ezen én rendszeresen részt veszek. Én úgy gondolom, hogy a kollégáknak ez szívügye, ez a véradás, meg nem csak ez, hanem emlékezés a kollégákra, a meghalt kollégákra, a bajtársainkra tulajdonképpen. A szakemberek nem győzik hangsúlyozni, hogy vérből sosem elég. Ám az influenza szezonban a sok beteg miatt kevesebb a véradó is, ezért most még nagyobb szükség van az önkéntesekre. Folyamatosan szükség van vérre. Vannak balesetek minden időszakban, amikor adhok jelleggel szükséges a vér, és azért ne felejtsük el, hogy vannak programozott műtétek, ahol szintén nagyon sok vérmennyiség szükséges. És hogyha figyelembe vesszük azt, hogy törekvés van arra, hogy kevesebb legyen a várólista a műtéteknél, akkor nagyon fontos lenne, hogy minél több véradónk legyen, és minél több embert meg tudjunk szólítani. Nagyon fontos a véradás, hiszen beteg embertársainknak szüksége van arra, hogy vért kapjanak. Ebben a nehéz időben, amikor nagyon sok a járvány, nagyon sok a beteg, sajnos rendszeres véradóink is betegek, kevesebben tudnak jönni vért adni. Nagyon fontos, hogy azokat is meg tudjuk szólítani, akik esetleg nem. Tehát minden 18 és 65 év közötti embertársunkat várjuk véradásainkra. A rendszeres véradóink tudják, hogy mennyire fontos a véradás, de sajnos a véradó társadalom is öregszik, mi is öregszünk. Ezért nagyon fontos a fiatalok megszólítása. Nagyon sokan látják a családból, hozzák a családból a véradás fontosságát, látják, hogy a szülők elmennek vért adni, de nagyon sok olyan család van, ahol nincs még véradónk. Ezért nagyon fontos, hogy a fiatalokat is, fiatalokban is tudatosítsuk azt, hogy miért fontos a véradás, és miért szükséges, hogy eljöjjenek. A véradáson ezúttal egy híján 40-en nyújtották segítő karjukat. A Vöröskereszt munkatársai viszont arra buzdítják a lakosokat, hogy aki teheti, látogasson el a jövő heti véradásra, melyet február 20-án a Vértest Centerben tartanak.